Köszöntöm a kedves televízió nézőket, újra itt vagyunk, és hát szeretettel köszöntök minden most először látó kedves televízió nézőket, akik most kapcsolódtak be először a műsorba, tehát azokat is, akik még nem találkoztak velem, és hát nagyon jó, hogy sokan nézik a műsort, mert elárulom, hogy még határon innen és határon túl is nézik a műsort, úgyhogy nagyon jó, és mindenkinek úgy gondolom, hogy nagyon hasznos tanácsokkal tudok szolgálni. Ez külön egy hatalmas öröm részemről. De hát kezdjünk bele, hogy mi is van a mai tarsolyban. Hát kérem szépen, nem könnyű a téma, ugyanis itt vagyunk bennem, most elérkezett a csillagászati jupiteri új év, ami hát azért nem egy kellemes körülményekkel kezdődik. Elérkeztünk a csillagászati új év kezdetéhez, és amikor a nap beért a kos 0 fokára, akkor beszélünk erről, és hát ez nagyon fontos dolog most, mert egy olyan Plutó kvadráttal kezdődött az egész új év, hogy ihaj. És ugye miután mindig a kezdet a nehéz, hát nem véletlenül történik ez így az égi eseményekben sem, mert ugye téridőbeli energiákról beszélünk, amelyek most eléggé nehezek, és most ez a Plutó kvadrát eléggé radikális dolgokat tud behozni, ami sajnos, hogy eléggé változó fényszögeket mutat. Tehát ami most a világunkban lezajlik, magyarázza a mostani körülményeket. Na most az egyéni képletekben, ami ugye személyre szabott képlet, mert ugye hát a koshavi szülötteknél azoknál is mutatkoznak olyan nem kívánatos események ezekben a hetekben, amelyek olyan régről felhozott kapcsolatok, régről előhozott olyan események, megoldásoknak a kimenetelét mutatja, ami ugye hát most már halaszthatatlan volt, és hát meg kell oldani valamilyen szinten. Na most itt vagyunk egy Szaturnusz-Vénusz-Junó együttállásban a Mars 10. fokán, és hát sajnos, hogy ilyenkor, ezekben az időszakokban, és ebben az esetben, amikor már ugye itt vagyunk a kos havában, és a kos maga egy olyan természetű jegy, amely ugye hát egy ilyen lendületet adó harcos, és hát nem véletlenül tiszta, teli energiával, robbanó energiával feltöltött jegy, és hát ugye ővele kezdődik az zodiákus jegy, tehát ilyenkor beszélünk arról, hogy hát csillagászatilag miért is van új év. Na most miután azért ugye hát a kosnak a mondani valója ugye a vörös szint tartozik hozzá, mert a Mars bolygó uralja, és hát ugye a mitológiából eredendően hát Árész a hadisten, aki ugye győzni akar minden szinten, és hát a két fia, aki nem más, mint Deimosz és Phobosz, az egyik a rémület, a másik pedig a félelem istene, tehát nem véletlenül olyan, hogy igazán egy lendületes jegyről beszélünk, hanem lényegében miről is van szó ilyenkor, most ez közhely lenne, hogyha megpróbálnám önöknek ugyanazt elmondani, amit már önök is gondolom mindenhol olvastak, láttak és tudják, hogy hát mi is történik március 21-től április 20-ig a kosnak a mondani valója mégis az elszántság, a célra törőség, a győzni akarás és hát hatalmas energiával létező egyéneket tudunk, vagyis ismerünk belőle, ami csodálatos. Mert hozzáteszem azt, hogy azért minden születési jegynek, tehát csillagjegynek megvan a maga harmonikus és diszharmonikus rezgése. De ugyanakkor nagyon nagy a szükség, mert hogyha nem lenne Marsunk a képletben, mert minden embernek az asztrológiai képletében felelhető marsikus hatás, csak mindenkinek máshol. De ha nem lenne, akkor egyszerűen hiányozna belőlünk az, hogy előre menjünk, célra török legyünk, és hát egyszerűen nem lennénk küzdőképesek az életben. Tehát rettentő nagyon fontos, hogy mindegyikünk Marsa hol is áll. Egyébként azért hozzátenném azt is, hogy egy
A Skorpiónak és a Kosnak az uralkodó bolygójáról beszélünk, a Marsról, és hát a Mars magában a Kosoknál ugye az elszántságot, célra törést, győzni akarást, ösztönéletet mutat, míg a Skorpiónak a Marsa, miután mint szintén uralkodó bolygóról van szó, az már egy kicsit talán jobban tudja az érzelmeit, ha nem is koordinálni, de inkább abból indul ki. Tehát a megérzések, az ösztönösség, ami a legfontosabb nála. De hát azok a skorpiók. Kérem szépen, maradjunk a Kosoknál, miután koshava van, és nagyon sok változásnak vagyunk kitéve, nagyon sok érdekes dolog folyik körülöttünk, nem csak a világban, hanem egyénileg is. Úgy gondolom, hogy érdemes egy kicsit belegondolni abba, hogy a Kosoknak milyen lesz a következő esztendejük. És kérném is a kedves kollégákat, hogy miután a műsor interaktív, kapcsolódjanak be az adásba a telefonálók is. A 269-0386-os telefonszámon várok minden kost és nem kost, aki úgy gondolja, hogy szeretne kérdezősködni, és szeretné megtudni, hogy az életében milyen változások mutatkoznak. Na most hozzátenném, hogy numerológiailag a 9-es szám tartozik a Kosnak a számához. Tehát itt a harc, és itt van a lobogás, nem véletlenül tűzjegy. Itt az első kedves hívó, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök. Jó estét kívánok, kedves Zsuzsika. Jó estét kívánok. Ágnes vagyok, és 48.03.28 a születési időm. Most azt szeretném megkérdezni, hogy esetleg valamit lát egy hirtelen ránézésre, gondolásra. Na most, kedves Ágnes, persze, hogy látok, hát mindig mindent látok, mert ha nem lenne születési képlet, akkor nem lenne ember se és szülött se, és nem lenne sor sem. Tehát azért az mindent elárul. Mert higgye el nekünk, hogy nem véletlenül mondták a régiek azt, hogy a sorsunk, az tényleg a csillagokban meg van írva. Csillagemberek vagyunk, higgye el nekem. És nem azért mondom, mert szépeket szeretnék mondani, hanem ténylegesen. Kérem szépen, az a helyzet, hogy életének a második szakaszában én nem tudom, hogy magának a magánéletében milyen nagy áttörés következett. Hát özvegy vagyok. Na most egy eléggé erős, eléggé célra törő, eléggé küzdőképes Kos, aki hát annak ellenére, hogy vannak problémái, és azért a vérnyomás, szív, keringési problémákkal küzdik, nem tudom, hogy mire kíváncsi, ami az életében olyan fontos szegmens lenne. Hát, hogy nagyjából az egészségem még bírja, mert nagyon kicsik az unokáim is, még szeretnék segíteni nekik. Ugyan kérem, ilyet ne is tessék mondani magát, bocsánat a kifejezésért, de kirobbantani nem lehet. Hát hatalmas lendülete, ereje van, tehát azért ezt ne felejtsük el, hogy a Mars behatás az általában a Kosoknál, és pláne ahol még egy nap is van, mert azért a születési dátumban benne, tehát a dátumában bennem van, hogy a születés napja az a naphoz társul. Tehát itt azért mutatkozik a 28-ai születésnapból, hogy maga a fényembere nagyon szereti a napsütést. És annyira sugárzik is minden nap. Jaj, nagyon köszönöm, ez csodálatos mondás volt. De viszont most március 28-ától azért egy olyan korszaka kezdődik, ami egy ilyen, hogy magyarázzam önnek, kicsit szélsőséget adó év, de ugyanakkor megoldásokat hozó, ötlet gazdag, és egy eléggé egy ilyen szellemi éve jön.
Tehát én úgy gondolom, hogy most érdemes azért, de hát nem is, egyszerűen kiforogja az év, érti? Tehát kiforogja az év saját magát, mert ha akarja, hanem egy kicsit úgy lelassulnak az események, nem rossz értelemben, hanem amennyiben lelassulnak az események, most hozza el a döntéshozatalnak az időszaka. Most történik el, most, tehát most fog megtörténni az a korszak, amikor úgy elgondolkodik a továbbiakon, és jó döntést fog hozni. Nem lépi még meg, hanem most alakulnak ki azok a döntések. Most jött el az ideje annak, hogy érdemes lesz egy kicsit talán úgy elgondolkodni a további dolgaim. Jó lesz. Utána jó. Pedig egy fél év múlva, bocsánatot kérek, egy fél év múlva várhatólag egy nagyobb pénzösszeg jön a házhoz. Ó, ez meglepő. Nézze, nem tudom, de az év mutatja, mert általában ez így szokott lenni. Ez elképzelhető, hogy egy olyan dologhoz kötődik, ami helyváltoztatás vagy valami. Elképzelhető. A meglévő betegségein tulajdonképpen az nem az, hogy romolhat, de viszont érdemes kézben tartani. Igen. Jó? Igen, szívem és a derekom. Hát általában, igen. De én műtétet nem igazán látnék ebben az évben, de viszont orvosi kontroll az meg, az egy természetes dolog, én úgy gondolom. Nagyon szépen köszönöm, nagyon kedves, és további szép napot kívánok. További szép napot kívánok önnek, és haladjunk tovább. Várok minden kedves hívót, aki úgy gondolja, hogy szeretne a műsorba belekérdezősködni. Na most érdekes a dolog, mert annak ellenére, hogy ugye a koshava és a kosszülöttek teherbíróak. Ha férfiról van szó, azért, ha hölgyről van szó, azért, és maga a teherbírás és maga a küzdőképesség az akkora lendülettel zajlik, hogy tényleg nem kell megijedni attól még idősebb korban sem, hogy nem bírja, mert akkor is bírja. Tehát nem véletlenül kosból van. Van, amikor fejjel megy a falnak, ezt valljuk be őszintén. Azért hívják faltörőkosnak. Itt a következő kedves hívó, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök. Csókolom, a kedves Zsuzsa, László vagyok. Üdvözlöm, László. Nagy örömömre szolgál, hogy tudok önnel beszélni. Legutóbbi beszélgetésünkkor ön megvigasztalt engem, már eléggé nyomott hangulatba kerestem meg önt a vigasztalás reményében, és azt mondta, hogy tudja, mit várja meg az áprilist, és örömmel mondom önnek, nem tudom, adataimat mondjam, hogy esetleg konkrét legyen, vagy... Én valamire emlékszem, és kedves László, én úgy gondolom, hogy lehet, hogy párkapcsolati dologról volt szó. Úgy van, párkapcsolati, bocsánat, hogy nem mondtam az elején, igen, párkapcsolati... Kérem a születési igen. Képletét, az a biztos. Igen, mondom, 1951. december 27. Igen. És mondjam, minek örvendhetünk? És azt szeretném kérdezni, ja, és nagy örömmel mondom önnek, hogy márciusban úgy néz ki az április, vissza megjött márciusban, úgyhogy alakultak a dolgaim nagyon-nagyon pozitív van. Irányba. Nagyon nagy örömmel szolgál önnek mondani. Hát és akkor képzelje, meg... hogy már 29-én elmegyünk kettesbe nyaralni egy hétre. Jaj, de úgy, jó, úgy, gratulálok. Úgy, teljesen, na most nézze, és pontosan arról volt szó, hogy azt kérdezte akkor tőlem, hogy mikor jön vissza a kedves párja? Hát igen, már az az igazság, hogy őnek egy nagyon régi kapcsolata, 20 éves intervallumban volt ő egyedül. Mikor is született a kedves párja? Mondom, most drága, csak így a nézőknek a kedvéért. 04-08. Április 8-a, hát hogy ne. Csodálkozik 8, rajta, itt áll a Szaturnusz, hosszú lejáratú bolygó, hosszú lejáratú kapcsolatokat mutat. Tehát persze, hogy volt egy 20 éves kapcsolata, amiből nem igazán tudott tovább lépni. Ki kellett várni az időt, igaz? Hát igen, valószínű. Én nagyon nehezen tudtam kihozni ebből ez a kapcsolat, ez a depresszióval volt sajnos a kapcsolata.
mert ő neki voltak negatív élményei a párkapcsolata, és azt mondta, hogy akkor ő neki annyi elég volt, és ő többet nem hagyja sérülni a lelkét és a szívét, és magának élt, és én ebbe robbantam bele véletlenül, és véletlenül ő se volt annyira negatív az a dologhoz, hogy nem kívánta volna közvetlen, és hát most élet meg ez a dolog, hogy megenyhült, és nagyon örülök neki, hogy az, nem mondtam neki, hogy az áprilisban várom, nem mondtam neki, de magától alakultak a dolgok, és mondtam neki, hogy van én nekem egy jótevőm, aki megmondja nekem, és ennek nagyon hiszek is, és örömmel fogadom a Jaj, de megtisztelt, köszönöm szépen. Annyira örülök neki, hogy ilyenkor ténylegesen úgy van, mint ahogy a műsor előtt mondtam, hogy tényleg az ember most ez átvitt értelembe tessék érteni, mert itt ebben a televízióban itt mindenkit nagyon szeret, és amikor én ide bejövök, akkor a kedves kollégákat, kolléginekat ilyen nagy piros szívbe, meg aranyszívbe, meg mindenféle szívben illetem, mert annyira tényleg az ember szereti a másikat, örül a másiknak, szereti ott tenni, és nézze meg, mennyire tükörkép, ugyanezt kapom vissza. Tehát most önnel is például mennyire örülök neki, hogy sikerült a valamilyen szinten az ön örömét, emelkedett hangulatát hallanom. Tehát mennyire jó az, amikor az embernek visszaköszönnek azok a meglátásai, amikor azt mondják, hogy hát tényleg örömet okozott nekem, mert ez tényleg így is van. Tehát ez nekem nagyon jó. Na most nézze, nyugodjon meg László, mert ez a kapcsolat már végleges marad. És én azt mondtam önnek, hogy csak áprilisig bírja ki. Nézze meg. Igen. Csodálatos volt, nagyon köszönöm, és ebből tényleg sugárzik ez a hatalmas szeretet még a képernyőn keresztül is. Jaj, de jó, köszönöm. Csodálkozik rajta. Én egyáltalán nem csodálkozom rajta, mert olyan jegyekből vagyok összegyúrva, hogy tényleg ez egy életfeladat. Gratulálok. Én nézze, nem higgy el nekem, hogy tanácsot adni lehet. Mindent lehet, de ha nem őszintén csinálja az ember, meg nem úgy áll hozzá, akkor egyszerűen áll az egész, és akkor jobb, hogyha leteszi a tollat, fölá kimegy. Tehát nincs értelme. Érti? Semmi értelme nincs. Emberi szívekkel, sorsokkal nem lehet játszani. Nem lehet. Az csak komolyan lehet, és szeretettel. Így van. Tisztelettel. Így van. Zsuzsa drága, ha nem tartanám fel, még annyit kérdeznék a kettőnknek az egészségügyi egészséggel kapcsolatosan, tudni látni valamit a számjegyekből, vagy a születési jegyekből. Na most az, tessék figyelni, az van, hogy érdemes odafigyelni mind a kettőjüknek, mert a hölgynél is, és önnél is, de hát olyan ember nincs is, nincs olyan szülött, akinek ne lenne hajlama valamiféle jegyhez kötődően, ne lennének érzékenységei. Hát önnek itt van a gerinc, emésztőrendszer, az mondjuk annyira talán nem is a háttérben, de itt van például, hogy magyarázzam, mozgásszervi problémák, hogy áll a cukra például. Nem mérem, de nem szokott cukor problémám lenni. Jó, hál' Istennek. Akkor ugye a vérnyomás, ami általában... Az az igazság, hogy én racionálisan mutatkozom a betegség, vagy hogy mondjam, az egészségemmel kapcsolatosan. Megpróbálok olyan dolgokkal érintkezni, étkezésileg is, és kutakodok a természetgyógyászatba is, nagyon odafigyelek arra, hogy én nekem volt egy nagyon nagy, ezt is említettem ennek a nyáron, mikor megtetszett jósolni ezt a kapcsolatot alapfokon, hogy a feleségem az én nekem
egy élethosszon szinte a betegséggel kellett foglalkoznom, és én akkor megfogadtam, hogy én ezt nagy empátiával és erővel fogom, és magamra vonatkoztatva is ezt tudom csak mondani. Nagyon okos, jól teszi. Parancsol? Nagyon jól teszi, okosan döntött. Köszönöm. Kérem szépen, nem olyan hagyom, nagy nem baj. Hagyom. Igen. És tekintettel a páromnak a múltjára is eléggé szinkron életet éltünk, már nem konkrétan, hanem átvitt értelembe. Tehát meg, mind a kettőnknek megvolt a maga keresztje, úgy is szokták mondani, és én azt fogadtam meg, hogy ha néhány év még lenne, és megtaláljuk azt a harmóniát, akkor mind a kettőnknek járna még a végjátékba egy kis boldogság, és én ezért fogok mindent megtenni, akár az egészséget figyelembe véve. Igaz, hogy egy kicsit makacs tekintettel a születési jegyére is. Így van. Eléggé makacs, nehezen tudom rá. Nyugodjon meg, hogy... hosszú életű mind a két ember. A másik pedig az, hogy azért tényleg, tehát itt a vérnyomással, meg általában a csontrendszerrel, amire érdemes odafigyelni a párjánál, nagy bajt nem látok, hanem inkább azt látnám, hogy most érdemes elvonatkoztatni, kikapcsolódni. Nézze meg, itt ez a gyönyörű, korai, kellemes nyári tavasz, sétáljanak. Megyünk nyaralni 29-én. Hát drága. Akkor meg... Megyünk hát nyaralni, meg... átszálljuk az országot, elmegyünk az ország túlsó felére, egy hétre nyaralni ketten. Hát attól szebb hát nem az... kell. Gyűjtsék a szépet. Itt van. Parancsol? Gyűjtsék a szépet. Igen, köszönöm. Igyekez, minden erőmmel, energiámmal azon leszek. Mindenki. Gyűjtsék a szépet, hisz annyi szép van körülöttünk, hogy annak ellenére, hogy most történik, ami történik, de a természettől szebb nem kell. Én úgy vagyok így vele. Van, hogyha van. Tehetném, akkor én mindig ott lennék a természetben. Mert ha az ember felnéz az égre, és látja a holdat, látja a napot, látja a csillagokat, lát egy naplementét, lát egy gyönyörű nyíló virágot, most már kezdenek az ibolyák is előjönni. Hát ettől szebb tényleg nem kell. Teljesen igaza van. Én annyit kívánok önnek, hogy ha például ez egy nagyon jó ötlet, hogyha tehetik és elmennek, akkor élvezzék ki minden percét annak az időnek, amit együtt töltenek, megadta az ég, ajándékba kapják egymást. Köszönöm. És örüljenek neki. Köszönöm, Júzsa, köszönöm. Áldja meg az Isten magukat. Nagyon köszönöm, és önnek is csak ezt tudom kívánni. Nagyon örülök neki. Nagyon köszönöm. Boldoggá tett. Köszönöm szépen. Köszönöm. Minden jót kívánok. Kezét. Örülök magának. És köszönöm szépen. Hát elnézést, egy kicsit hosszúra sikeredett, de annál nagyobb örömmel, mert hát tényleg ez csodálatos volt, és annyira jó visszahallani a jó eredményeket, a pozitív végeredményt, mert hát van ilyen is. És higgyék el, nekem nincs kor, nincs az, hogy most 20 évesen, nincs az, hogy 50 évesen, meg nincs az, hogy 60 évesen. Az öröm és a boldogság szerintem mindenkinek kijár, mert hát erről szól az életünk, és annak ellenére, hogy történik, ami történik, és zajlik körülöttünk, ami zajlik a világban, meg kell találni a harmóniát mindenbe, és a szépséget mindenbe, mert hát erről is szólunk. Aztán majd a következő műsorban szintén várom a kedves televízió nézőket, megmondom miért, mert érdekes témát fogok előhozni, és a témának az lesz a mondani valója, hogy gondolom, hogy önök is jártak már úgy, és vannak is, hogy vannak olyan időszakok az életükben, és vannak olyan események az életünkben, amikor úgy érezzük, hogy egyszerűen stagnál a dolog. Állóvízben vagyunk, nem tudunk kilépni, nem tudunk változtatni, nem tudunk tovább menni. Miért is történik ez? Vajon akkor tényleg állóvízben vagyunk? Érdemes felkavarni azt az állóvizet? Itt van az ideje? Érdemes ezen elgondolkodni, aztán majd jövő héten megbeszéljük, hogy ez miért is történik velünk. Addig is élvezzék a napsütést, élvezzék, ha esik az eső, azt is,
és várok mindenkit jövő héten ugyanitt, ugyanilyenkor, és nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltek, és velem tartottak. Várok mindenkit jövő héten ugyanitt, ugyanilyenkor, nézzék meg az ismétléseket is.